Sziasztok! Augusztus első fele. De először is szeretnék beszélni egy korszakos együttállásról, ami most július végétől és augusztus közepéig tart, viszont a hatását nagyon-nagyon sokáig fogjuk érezni. Ez az Uránusz, a Mars és az északi karmikus csomónak az együttállása. Ez nagyon ritka jelenség. Viszont a Bika jegyében annyira ritka, hogy legutóbb időszámításunk előtt történt. Még valamikor Nagy Sándorhoz kötődik ez. És ezt érezni fogjuk. Nagyon is. Tehát az egész világ fogja érezni. Nos, mi az, hogy Uránusz? Erről van egy kis rövid videóm, de az Uránusz az maga a forradalom, az maga a váratlan helyzet, az maga csak egyszer csak valami megtörténik, az maga a villám, az elektromosság, az atomenergia, a világűr, a felfedezés, az internet, a kockázat, a Mars, hát az maga a háború istene, a Mars az maga a mozgás, az aktivitás, az autók, az Uránusz, ha ad egy lehetőséget, akkor a Mars átüti, tehát átüti a falakat egyszerűen. És ehhez az egészhez jön az északi karmikus csomó, hát ez maga a sors. Ez a csomó, ez szélesít, nagyobbít, ez úgymond még olaj a tűzre. És mi az, hogy bika? Hát a bika az maga a pénz, az erőforrások, az maga a gáz, az olaj, az arany, a bika az maga a föld, a búza, az élelmiszer. Na most ez az egész így összeturmixolva, ez bizony, hogy nagyon nagy negatív hatásokat ad, és ezt már lehet érezni. Na most, ugye nem csak negatív, de pozitív oldala is van mindennek. Igen, lehet egy régi, egy stabil szisztémának a rombolása, de kaphatunk viszont égi ajándékokat is. Amikor 1930-as években volt az az anyagi krízis, azért felfedezték az élelmiszer fagyasztását is. 46-ban például megjelentek a hitelkártyák. 61-ben Jurij Gagarin és a világűr. Ugye? Tehát vannak jó dolgok is, most is így lesz. A nagy hőmérséklet például, az is ide tartozik. A sztrájk, az is ide tartozik. Például hallottam a napokban, hogy Ausztráliában az ápolónők sztrájkolnak. Kevesen vannak, kevés a fizetésük. És Ausztráliában már bemondták, hogy az emberek vigyázzanak például az élelmiszerekre. Ne dobják ki. Ilyen nem volt Ausztráliában egyszerűen. Tehát nehéz idők jönnek, de lesznek nagyon nagy szenzációs dolgok is. És akkor kezdjük az augusztus első felét. Bikák, a főszereplők most, pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum kettes, jaj de jó, rögtön a pénz. Jönni fog a pénz, jönni fog a jövedelem. És valami otthonnal kapcsolatos, lehet, hogy valaki valamit fog venni az otthonába. Egy szép dolgot, egy kellemes dolgot, tehát lesz rá pénz. És
És a nap, a boldogság, a bőség, a hatalmas siker, a legjobb kártya. Tehát itt csak szépet és jót tudok mondani. És egyébként a hold is, a nap is mutat terhességet. Valamit, ami gyerekekkel kapcsolatos, valamilyen jó hír gyerekkel kapcsolatban, igen, ilyen is lehet, de ez a kártyalap csak pozitív dolgokat mutat. Ez lehet utazás, hatalmas siker, bőség, nyeremény, valamilyen váratlan siker, egészség, gyógyulás. És nagy árkánum, megint a harmadik nagy árkánum, ez viszont az ördög. Na most, az ördögnek is vannak jó oldalai. Például az ördög hatalmas pénzt mutat. Tehát itt nagy összegekről beszélünk, és ugye a bika, ez maga a pénzjegy, ez maga az erőforrások, a siker, a hatalom is az ördög, tehát itt nagy siker lehet. Tekintély. Csodálatos. Következő pozitívum, és megint a pénz dominál, új munka vagy tanulás, és ez gyors sikert fog hozni. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Valamilyen boldogság. Itt valakinek egy vágya nem fog valóra válni. Most. Vagy meg akarják akadályozni ezt a jó lehetőséget. Tehát kifogni az aranyhalat, lehet valaki akadályokat. Na most, amit szeretnék mondani, itt kijött a négyes, a kardok négyese, és kijött nagy árkánum maga a fortuna, maga a szerencsekerék, és ez negatívumra jött ki. Lehet egy olyan fordulat, ami hirtelen megállást fog hozni valamilyen ügyben. Meg kell ezt állni, nem lesz előre haladás. Igen, itt valaki akadályozhatja a boldogságot, a sikert. Vagy valakik, ilyen is lehet. Következő negatívum, érdemes odafigyelni, mert ezeket el lehet kerülni. Mert megint kijött a negatívumra egy olyan kártya, ami maga a siker. Maga a diadal, és ez a negatívumra, tehát meg akarják akadályozni a sikert, és kijött a király. Tehát egy ilyen király, vagy királynő, és elsősorban tűzjegyű, kos, vagy oroszlán, vagy nyilas akadályozhatja a dolgokat, az előrehaladást, a sikert, oda kell figyelni erre a személyre. Ez a személy akár lehet nagyon sportos, vagy nagyon energikus, vagy nagyon akaratos. Jó? Tehát ez egy nagy figyelmeztetés. Nos, a tanács, és megint a tűz, nagyon jók a kilátások, ezt tudni kell. Érdemes felemelni a fejünket, és körülnézni, mert van egy út a sikerhez. Nem hiába kijöttek nagyon pozitív kártyák, a pozitívumra, és a legjobb kártya a nap. Tehát ez a nap, ez a bikákat melegíteni fogja. Be fogja ragyogni a bikák életét. A negatív embereket viszont égetni fogja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!